tőlembe. Már az utóbbi években egyre inkább trend lehet odafigyelni az egészséges táplálkozásra, ez a hétköznapokban nem mindig valósul meg. Igazán keményen feladja a leckét ez a rengeteg gyors étterem, ami becsábít és arra buzdít, hogy ne túlságosan egészséges tápanyagokat vigyünk be a szervezetünkbe. Lilla, hogyan lehet megőrizni az egészséges életmódot a hétköznapokban? Én úgy gondolom, hogy nem életszerű, hogy minden egyes étkezést magunknak készítsünk otthon elő, tehát a gyors éttermek igenis előfordulhatnak, és hogyha okosan választunk, akkor az egészséges táplálkozás részét képezhetik. Azt gondolom, hogy a lényeg itt a mértékletesség, részben az adagnagyságok vonatkozásában, részben pedig a gyors éttermi étkezések gyakoriságát illetően. Az éttermek repertoárja elképesztően színes, akár nagyon egészséges irányvonalat képviselő éttermek közül is válogathatunk. Hogyan válasszunk? Szerencsére ez valóban így van. Vannak olyan éttermek, ahol nagyon sokféle alapanyagból, sokféle variációból választhatunk, és így saját igényeinknek megfelelően tehetjük össze az akár egészen egészséges fogásokat is. Nagyon fontos, hogy kerüljük például a rántott, bundázott ételeket, hiszen ez valószínűleg kőolajban sütést takar, ami semmiképp sem energia és zsírszegény ételkészítési eljárás. Ellenben az éttermek kínálatában már nagyon gyakran találhatunk grillezett, vagy sült élelmiszereket is, tehát nem feltétlenül zsír és tápanyagban dús egy gyors éttermi étkezés. Fogyasztunk elég zöldséget, illetve gyümölcsöt, valamint mi az a tápanyag, amiből sokkal többet viszünk be napi rendszerességgel, mint amennyire szükségünk van? A magyar lakosság táplálkozására jellemző sajnos az alacsony zöldség és gyümölcsfogyasztás. A makrotápanyagokat viszont jelentősen többletben viszi be egy átlag magyar, tehát lényegesen több zsírt, esetenként fehérjét, illetve szénhidrátot fogyasztunk. A telített zsírsavak különösen magas aránya szintén jellemzi a magyar konyhát. From the breaking of the day to the middle of the night. Hogyan állítsuk össze a napi táplálkozási rutinunkat? Mi az, amit célszerű reggel fogyasztani, mi az, amit délben, és mi az, amit este? Úgy gondolom, hogy az egészséges táplálkozás mindig az egyéni szükségleteknek kell, hogy megfeleljen. Azt mindenképp leszögezhetjük, hogy a megfelelő zöldség és gyümölcsfogyasztás nagyon fontos a vitaminok, ásványi anyagok, antioxidáns hatás vegyületek szempontjából. Ezért, hogyha nem is tudunk esetleg a rohanó hétköznapokban magunkkal vinni több kiló zöldség, gyümölcsöt, így előre készülni, nagyon fontos, hogy esetleg valamilyen koncentráltabb formában, akár dzsúszok, turmixok formájában fogyasszuk el ezeket. Szerintem sokakkal előfordul, hogy nem tudnak határt szabni, és túl sok tápanyagot és táplálékot visznek be a szervezetükbe, és ilyenkor beáll a kajakóma. Mit lehet ezzel ellen tenni? Úgy gondolom, hogy a mértékletesség itt is kulcsfontosságú, főleg, hogyha mondjuk gyors éttermi menükről van szó, akkor néha nehéz ellenállni az extra méretű menüknek, vagy húsült krumpli, egyéb köretek, feltétek, stb. De érdemes, hiszen a gyors éttermi vagy éttermi adagok nem biztos, hogy a mi napi energia szükségletünkhöz igazodnak. Ahhoz, hogy ne érezzünk olmos fáradtságot, például nagyon fontos, hogy a cukorszintünk kiegyensúlyozott legyen, tehát ne kerüljenek túlsúlyba a gyorsan felszívódó szénhidrátok, amik hirtelen emelik meg a cukorszintet, ami később hirtelen le is zuhanhat. Hogyha egy finom ebéd után vágyunk egy kis bűnös ízélményre, akkor mit választhatunk? Szerencsére ma már a cukrászdák, illetve éttermek kínálatában egyre több cukormentes, gyümölcs alapú édesség közül választhatunk. Vannak például cukormentes, gyümölcs alapú fagylaltók, sütemények is. A legjobb, ha ezeket választjuk, de itt is a kulcs a mértékletesség, tehát optimális esetben desszertet azért ne fogyasszunk minden egyes ebéd után. Ha heti egy-kétszer ez előfordul, az viszont teljesen részét képezheti az egészséges táplálkozásnak. Együttműködő partnerünk a Mamut Bevásárló és Szórakoztató Központ.